Jó estét kívánok! Miért indulunk ma zarándok útra? Mit tapasztalhatunk útközben, és mi vár ránk a célnál? Egyszerű kérdések ezek, de a megtett utat nem csak kilométerekben mérjük. A zarándoklat hagyományosan egy belső utazás is, a vezeklés, a megtisztulás, az önmagunk, hitünk, az Isten felé vezető út is. A szent helyre való megérkezés élménye pedig mindig velünk marad. Minden bizonnyal így volt ez mai vendégeimmel is, akiket nagy szeretettel köszöntök. Itt van velem Prekup Mária, Kányádi Orsolya és Török Zsuzsa. Köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy eljöttetek, és beszélhetünk erről így húsvét előtt. Hát a zarándoklat tulajdonképpen nem áll messze tőlünk, a közösségünktől, hiszen ezrek zarándokolnak el minden évben, ugye pünköstkor Csíksomjóra, de nem csak ez a típusú zarándoklat létezik, és hát minden szemszögből megpróbáljuk ezt most egy kicsit átbeszélni, de először Mária, hozzád fordulok, hiszen te 2019-ben döntöttél úgy, hogy veszed a hátizsákodat, és elindulsz, végigjárod az El Caminót, vagyis a Szent Jakab utat, ami az egyik legismertebb zarándokút egyébként, és azt hiszem, nem csak az én kérdésem, hanem mindannyiunk kérdése ilyen esetben, hogy miért? Mi volt az a motiváció, ami erre sarkalt téged? Hát megvallom őszintén, az elején egy abszolút külső indítatása volt az egésznek, hogy beszéltem pár olyan emberrel, akik élménybeszámolók által megosztottak velem dolgokat, és úgy azt éreztem, hogy ez vonz engem, és úgy valami dolgom van nekem ezzel. És megvettem a repjegyet, de hogy így teltek a napok és hetek, és nem valahogy nem éreztem ezt itt belül, csak egy ilyen teljesítendő dolog volt számomra. És ott tartottam, hogy nem fogok, tehát hogy nem megyek el, és úgy lemondok az egészről. És emlékszem, hogy indulás előtt 3 nappal egy ilyen belső, nem tudom megmagyarázni, hogy mi, egy ilyen nagyon erős érzés, hogy nekem mennem kell, nekem dolgom van ott. és igazából menet közben derül az ki, hogy tulajdonképpen az ember miért ment el. Mert hogy egy céllal, egy gondolattal, egy indítatással mész, és ott meg teljesen más dologgal szembesülsz. Azzal, amiért valóban ott kell neked lenned. Hát ez egy több száz kilométeres út, nem féltettek a szeretteid? Jaj, dehogy nem. Én egyébként is egy ilyen eléggé bevállalós ember vagyok, és úgy a nővéremet mindig kellett csitítgassam ez ügyben, hogy maradj nyugton, nem esik bajom, sem ilyen dolgok, de hogy vonzott ez, és éreztem, hogy nekem mennem kell, és nem a külső megfelelésnek kell igent mondanom, hanem a belső indítatásnak, amit érzek magamban. És akkor így valahogy megbékélt, úgymond a család is körülöttem, meg a szeretteim is, meg barátok, akik közel álltak, hogy és őt biztattak is, hogy inkluzíve Orsika is, aki ismerte a történetemet, hogy igen, menjél, és tedd azt, amit a szíved diktál, és ennek örülök a legjobban, hogy megléptem. Benned is volt félelem? Igazából egyfajta, hát nem kételkedés, de valami hasonló önmagam iránt, hogy akkor én ezt meg tudom tenni egyedül, az 55 kilommal semmiféle fizikai felkészültség nélkül, tehát én nem vagyok egy sportember, nem egy abszolút hétköznapi ember, hogy elindulhat-e egy ilyen útra, vagy hogy ez vakmerőség. És végül első nap ez így lecsengett bennem, hogy elindulok, aztán ha nem sikerül, nem járom végig, annyit, amennyit végigjártam, az volt az én utam, és hogy ne legyen ez iránt semmiféle negatív érzésem, hogy ne legyen ez egy elvárás magamtól, vagy ehhez hasonlók. Na hát, mint említettem, ugye az El Camino, ez a legismertebb zarándokút, de hát van nekünk saját zarándokútunk itt Romániában is, ami tulajdonképpen ugye a Mária út, ami Mária Celből, az ausztriai településről indul, és egészen Csíksomjóig vezet, és hát Zsuzsa, te ennek egy részét jártad át. Te milyen indítatásból? Tehát miért akartál gyalog elmenni Csíksomjóra? Én nagyon hiszek abban, hogy a véletlenek, azok aztán úgy összesorakoznak, és valami megszületik egyszer csak, úgy mindennek eljön az ideje. Én elég későn indultam el, 44 éves voltam, nekem volt egy előéletem, amikor feleség és anya voltam, és akkor rám szakadt a
az egyedüllét, kirepült a csemetém, én elváltam, és éreztem, hogy nekem szabadba kell lenni minél többet, mert nagyon-nagyon szeretem, és ezért lettem az Erdélyi Kárpát Egyesület tagja, és akkor ott találkoztam a Mária úttal, hát hallottam én még róla, de eszembe nem jutott, hogy egyszer én is elindulhatok egy ilyen hosszú útra. Unitárius lévén gyerekkoromban hallottam még a csíksomlyói búcsúról, de inkább egy ilyen hagyományőrző csodának tudtam én. Aztán 17 évesen a volt férjem nagymamája, ő olyan igazi, jobbágytelki hívő asszony volt, és hihetetlenül szerettem és csodáltam, és tőle hallottam először, és őt láttam kimenni a csíksomlyói kálvárián négy kézláb, és imádkozni úgy, ahogy senkit nem láttam azelőtt. És akkor ugye elteltek az évek, és az Erdély Kárpát Egyesületről tudni kell, hogy Mária út jelzést is fest. A Maros megyei szakasz az Sármáson lép be, és Sóváradon megy ki a megyéből, és akkor ezt a szakaszt szoktuk mi festeni önkéntes munkával, természetesen trekket mérnek a fiúk, a lányok fa oldalára festenek, fatörzsére, kövekre, oszlopra, kerítésre, mindent összepingálunk a lila embetűvel. És egy pár csoporttársunk, öt fiú, elmentek 15-be Zarándok útra, azután, hogy már évek óta festették a jelzést, és pekükre elmesélték a barátnőmnek is nekem, hogy az milyen volt, és mondtuk, hogy oké, akkor megyünk veletek. És utána derült ki, hogy ők nagyon megijedtek ettől, mert nem tudták, hogy mi hogy fogunk viselkedni. Ugye nagy hátizsák, hat nap, nem tudták, hogy mire ti sem tudtátok, hogy mire vállalkoztatok. Mi úgy gondoltuk, hogy mi vigyázni tudunk magunkról, és bennük volt annyi jó érzés, hogy ők úgy gondolták, hogy ránk is kell vigyáznunk. Uh-huh. Szerencsére nem vallottunk szégyent. Na így mentem én elzarándokolni. Édesanyám nagyon nem akarta, hogy menjek, és a fiam nyugtatta meg, hogy bármikor ki lehet szállni, és utána megyek autóval, ha nem bírja, és akkor ők így engedtek el engem. Ez a különbség talán a kettő között, hogy többnyire az El Caminót magányosan teszik meg az emberek, tehát hogy nagyon sokszor inkább egyedül járják végig azt az utat, míg itt a Mária út az többnyire egy ilyen közösségi élmény. Igen. Ez fontos volt neked, hogy ilyen közösségi élmény legyen számodra is? Nekem nagyon fontosak az emberek mindenhol, én szeretek emberek közt lenni. Én valószínűleg nem lett volna olyan bátorságom, mint Máriának, hogy egyedül menjek, és csatlakozott még hozzánk Magyarországról egy csoport. Ők vitték a forgatókönyvet, tulajdonképpen van egy olyan, hogy mit kell tenni Mária úton, mikor van csendszakasz, mikor imádkozunk, mikor, hát mi a barátnőmmel kicsit olyan, nem mondja meg senki, hogy mikor mit. Na, ezt a kettőt kellett összehozni, és ez volt nagyon érdekes, hogy úgy indultunk el, hogy most az én időm, magammal foglalkozom, és nem az volt. A harmadik napon egy hölgy mellé szegődtem, akinek nagyon nehezen ment Magyarországról, jut Alföldről, és amikor a tűzönapon mentünk fel a Szerpentine, minden kanyar után jön egy másik kanyar, és már nem bírta, és akkor ott kellett lenni valakinek, akkor segítettem átmenni azon a szakaszon, és magamban dühös voltam, hogy ez most rólam kell szóljon, ez miért nem. És úgy megszégyeltem magam estére, amikor megköszönt a segítséget, ebből nem látott semmit, de égtem, mint a posztó. Na, szóval vannak ilyen tanítások szerintem. És akkor ott van egy másik típusú zarándoklat, amikor nem is maga az a megtett út a fontos, hanem az a hely, ahová megérkezünk. És azt hiszem, hogy nagyon sokunknak bakancslistás a Szentföld meglátogatásra. Ósika, neked ebben pont részed volt most évelején. Mesélnél, hogy neked is bakancslista volt-e a Szentföld meglátogatásra, és milyen élmény volt?
Hát egy olyan bakancslista, amiről úgy álmodni sem mertem volna, vagy még így álomként sem mertem magamnak megfogalmazni, mert az az igazság, hogy én abban nőttem fel, hogyha Izrael, akkor az háború és félelem, és nagyon kell vigyázni magunkra, meg úgy különben is. Az ember jó helyen van, és nézze meg itthon a táj szépségeit. És hát ez nem a, nem tudom, a hagyományos értelemben vett zarándokút volt, ahogy te is mondtad. Én úgy mentem oda, hogy nekem itt dolgozni kell, mindenre fogok figyelni, csak magamra nem. Hát megnézem, hogy mit kell látni, aztán majd egyszer visszamegyek. És nem titok az, hogy a mostani felvétel idején én 33 éves vagyok, és a krisztusi kort pont Izraelben töltöttem be, aznap látogattuk meg a születéstemplomát, és akkor értettem meg, hogy ha aznap ott vagyok, ahol Jézus született, akkor ez nem lehet véletlen, vagy a véletlenek sorozata válik ilyenkor gondviselésé. Tehát én ugye dolgozni mentem, vagy egyfajta munka volt, amit én Izraelben végeztem. Balázs Attila kollégánk, a Hitélet műsorvezetője, református lelkipásztor hívott el, hogy az Erdélyi Magyar Református Lelkész Értekezleti Szövetség szervezésével, hát menjek el és legyek a históriások, ugye mondjam el, hogy aznap éppen hol vagyunk, mit látunk, mi minden van Izraelben, amiért érdemes oda menni és megérezni ennek a helynek a misztikumát. És aztán olyan életre szóló élményt kaptam, hogy képzeljétek el, hogy ez volt az első kirándulás, ahonnan úgy érzem, hogy egy kicsit másként értem haza. Tehát megszületett valami, amire nem is számítottam egy ilyen szervezett csoporttal, mert én mindig idegengedtem az ilyesmitől, hogy ott mennek emberek fülhallgatóval, mindenki megmondja, hogy mit kell csinálni, hova menni, mit kell látni, hát ebből mit tud kapni élményként az ember. De szerencsére olyan vezetőink voltak, hogy nagyon meg lehetett élni úgy is, hogy többen voltunk, persze ez hozzátéve, hogy több mint 30 lelkésszel voltam együtt, tehát megvolt a lelki háttér, vagy a lelki alap. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy az elvárásokhoz képest mivel tértél haza, tehát mi volt az, amit kaptál? Szerencsére nem volt elvárásom, mert belecsöppentem ebbe az útba, tehát nagyon hirtelen jött, vagy viszonylag hirtelen jött, én egy másik útról, Franciaországból tértem haza, két nap múlva indultam Izraelbe, és ott a reptéren tudatosult bennem, hogy mi is történik, hogy itt vagyok. Az sem véletlen szerintem, hogy a párom nélkül utaztam, mert hogyha bakancslista, akkor az is ott van, ugye nyilván az ember a párjával szeretné megosztani azokat az élményeket, amiket ő átél. Ezt éreztem, hogy egy kicsit félelmetes, mert hogy ismeretlen emberekkel megyek el Izraelbe, de egy családdá értünk össze, ezt éreztük. Többen is mondták, hogy a néhány nap alatt az élmények sokaságával egy hónapnak tűnt, az a 10 nap, 8 nap, és azt éreztük, hogy ha valaki kitűnt a tömegből, hogy a miénk, ismerjük őt ott, akit látunk. Úgyhogy tényleg egy erős szövetség kötődött a néhány nap alatt, és valószínűleg a Szent Föld tudta adni ezt a köteléket. Mi volt a legnehezebb része, Mária, a te zarándok utadnak? Mert hogy testileg, lelkileg is valamilyen szinten kellene erre hangolódni, vagy jó lenne erre előzőleg ráhangolódni, de az a tapasztalatom, hogy a legtöbben valamilyen erős indítatásra egyszer csak így hirtelen úgy döntenek, hogy oké, elmegyek, ezt nekem meg kell tennem, és talán fel sincsenek készülve arra, hogy mi vár rájuk ezen az úton. Nekem mi volt a legnehezebb? Mikkel szembesültél? A legnehezebb nekem a megérkezés volt, és a megérkezés alatt azt kétféle értelemben gondolok itt a megérkezésre. A legelején, amikor megérkeztem az útra, hogy akkor nekem most innen kezdődik a zarándoklat. Ugye én Lisszabonból indultam, tehát hogy el kellett nekem jutni Pestre, majd Pestről leszálltam Lisszabonon a repülőtéren, és hát ott, hogy effektív lelkileg meg tudj érkezni abba, amiben azelőtt csak logisztikáztál, tehát hogy összepakolod a pakkodat, és hogy nem vihetsz magaddal nagy hátizsákot. Itt említetted a nagy hátizsákot, nekem 6,5 kilós hátizsákom volt, mert hogy többet nem vihettem, de egy hónapra azért 6,5 kilóba beleférni, azt azért úgy ki kellett logisztikázni. És hogy azt éreztem, hogy túlságosan elvonták ezek a dolgok a figyelmemet. És akkor érkeztem meg igazán, amikor elindultam, és első nap az első szálláshelyre megérkeztem, és ott találkoztam más zarándokokkal. Említetted, hogy az El Camino-t azt zömében, vagy többnyire magányosan járják végig az emberek. Én azt tapasztaltam, hogy mindenki magányosan indul el, de hogy soha nem magányosan járja végig. Uh-huh. És a másik fajta megérkezés, ami nehéz volt nekem, és talán ez még nehezebb, mint az elején, az az utolsó 60 kilométer.
Összesen egyébként mennyi kilométer? 650 kilométer volt összesen, de az utolsó 60 az abban a tekintetben volt szenvedés számomra, hogy tudtam, hogy vége lesz. Tehát, hogy tudtam, hogy meg fogok érkezni, és hogy nekem ez... Nekem egy olyan dolog volt, annyira szabadon engedtem én ezt magamban, hogy a visszafele repjegyemet meg se vettem. Hogy nem szabtam magamnak korlátot abban, hogy akkor én hány napon belül és mikor kell megérkezzek, hanem teljesen elengedtem ezt. És nem akartál megérkezni? Nem akartam megérkezni. Az volt az érdekes, hogy azelőtt ilyen 30-35 kilométereket gyalogoltam naponta. És az utolsó 60 kilométer az úgy 4 nap volt. Tehát, hogy ott már úgy próbáltam magamtól csalni még egy picit, igen, hogy még egy picit maradjak benne. És ezt megtapasztaltam a végén is, hogy amikor megérkeztem vissza Pestre, megint leszálltam a repülőről, hogy zsongott körülöttem a világ. Túl sok volt minden. Zavartak az autók, zavartak az az élet, ami fogadott, és akkor értettem meg igazán, hogy ez miért nehéz. Ez a visszatérés a hétköznapokba. Uh-huh. De gondolom, még egyéb gondolatok is voltak, amik így visszatartottak, hogy nem akarok megérkezni, igen, nem akarom, hogy vége legyen. Az a fajta szabadságot adja meg szerintem az embernek maga az út, amit a hétköznapokban bármennyire is törekszel rá, nem tudod megteremteni magadnak. Mert hogy van egy csomó korlát, van egy csomó kompromisszum az életünkben, bármennyire is tudatosan éljük az életünket, valamilyen szinten vannak keretek és olyan dolgok, amikben be kell illeszkedj. És ez a kell, ez mindig érződik. Ott pedig nem, ott megvan az a szabadság, hogy megtapasztald az életnek azt az egyszerűségét, hogy reggel felkelek, elindulok, megyek, eszek, este lefekszem, alszom, és reggel kezdem előről. És hogy ennyire egyszerű az egész. És tud ez róla szólni, mert ugye itt is említette, hogy az végül is a közösségi zarándoklat az nagyon közösségről, segítségről szól. Itt viszont ez a magányos zarándokút, ez talán segít abban, hogy magadra tudj koncentrálni, és azt hiszem olyan gondolatok születhetnek meg, amire nem is számítottál. Igen, bárhány emberrel találkoztam útközben, tényleg a szerzetestől elkezdve, a 71 néhány éves bácsikáig, egy svájci bácsika volt, a fiatal 16 éves függőségi problémákkal szenvedő tinédzser, tehát bárhányféle emberrel is találkoztam. Valahogy megvan ebben is a szabadsága az embernek, hogy oké, velük elbeszélgetek, épülök, tanulok általuk, de amikor visszatérek a saját utamra, akkor megint a saját gondolataimmal vagyok. Tehát ezeken a szálláshelyeken találkoztunk, beszélgettünk, közösen főztünk, leültünk, közös asztalunk volt, jól éreztük magunkat, megosztottuk egymással az élet tapasztalatainkat, de hogy mindenki a saját útját járta másnap reggel megint. Annak ellenére, hogy útközben szintén találkoztál nagyjából ugyanazokkal az emberekkel, de hogy nem alakul ki ez a fajta zarándokoljunk együtt érzés. Nagyon-nagyon kevés olyan nap volt, mondjuk nekem volt egy olyan 6-7 nap, amit konkrétan egy személlyel gyalogoltam végig. És az miért alakult úgy? Érdekes, hogy nekem egyfajta problémám volt az elfogadás, a segítség elfogadása. És én nagyon nehezen tudok kérni. És pont egy olyan időszakban voltam, amikor nagyon lerobbantam fizikailag, tehát ez már a második hetem után volt. Volt egy idegbecsípődésem, a pakka hátamon, szóval úgy szó szerint vonszoltam magam. És akkor jött valaki, és mondta, hogy na jó, akkor most szétosztjuk a csomagodat, és akkor azt mi fogjuk vinni. És én nem, hát az az enyém, hát azt én kell hordozzam. És hogy akkor úgy leültettek egy körre, és emlékszem, hogy így amiket elmondtak nekem, hogy értsd meg, hogy te most ezért is lehet, hogy itt vagy. Hogy ezt megtapasztald. És akkor úgy tényleg az volt bennem, hogy igen, ezek is tanítások, csak hogy ezt meg kell hallani, meg kell érteni. Most ezt, hogy kiemelted, akkor rá kell kérdeznek, hogy és még mi volt az a motiváció, amit szerettél volna az úton legyőzni magadban, vagy megismerni? Most említetted ugye ezt elfogadni a segítségkérést is, még mi? De nekem is van egyébként, azért pisolyogtam, amikor említetted ez a nekem nem mondják meg hogyan érzés, hogy tényleg mondhatni nálam, az életem alakulása is úgy hozta, hogy nagyon sok mindenben önállóan kellett helyt állni. És nekem nagyon nehéz keretek között úgy mozogni, hogyha elfolytást érzek. Uh-huh. És
nagyon sok ilyen mindenféle társadalmi elvárás, nyomás nehezedett rám abban az élet szakaszomban, és azt éreztem, hogy nekem ebből ki kell valahogyan törni. És úgy török ki, hogy elmegyek, és önmagammal leszek, hogy megtapasztalod, lecsupaszítod magad, ez a letisztítása az énednek, amiben úgy meghallod a belső hangodat, hogy igen, mi is az, amire nekem szükségem van, mi is az, amivel nekem dolgom van, és mi az, ami nem az enyém, és azt ne engedjem tovább az életembe, mert hogy ez most ez a szociális gyertyaégetés, ami ilyen nagyon nagy divat, hogy ezt is megszüntetni, és utána is volt egy elég hosszú időszak, szinte egy év az életemből, amikor úgy lekapcsoltam magam mindenről, inkluszíve az úton is, tehát hogy lebutítottam a telefonomat teljesen ilyen gyári beállításra, és akit akart hívni, az elért a számomon, és ennyi. És ez úgy megtisztítja az embert, én azt érzem. Nagyon érdekes. Zsuzsa, te már említetted, hogy oké, te segítettél máson, te fogadtál-e el segítséged? Vagy te ez még miket tanultál? Nálam is nagyon nehezen megy, tehát nagyon sok gondolatomat megfogalmaztad. Én nagyon szeretek... Szeretek segíteni, én szeretem az emberek társaságát. Volt velünk három gyerek is, az egyik közülük nagyon nehezen bírta, és akkor mesét mondtunk a hegyen felfele. Tehát úgy amikor egyedül akartam lenni, és amikor tényleg azt éreztem, hogy most egy kicsit meg kell beszéljek magammal dolgokat, akkor mindenki békén hagyott. Tehát úgy, vagy a társaim is, úgy láttam, hogy úgy elmegy mellettem, néz, de nem lát. És akkor tudtuk, hogy azért ráfigyelünk, hogy ne csatangoljon el, mert azért medve meg juhászkutya az volt bőven. Úgy figyeltünk egymásra, tehát magunkban is lehettünk, de mással is lehettünk. És akkor ez úgy szépen kialakult. Én beszélve arról, egy barátnőmmel közösen mentünk többek között, akivel az élet nehézségeit azelőtt is már megosztottuk. Tehát tudtunk együtt sírni, és együtt nevetni, és biztatni egymást, amikor valakinek nagyon nehéz volt, mert több a korban már az embernek vannak gubancok az életében. És lementünk egy templomba, ahol akkor csak ketten voltunk, református, én unitárius, és ez én lakám volt, és elénekeltünk egy zsoltárt, ketten ott elkornyikáltuk, mert éneknek nem lehet nevezni, de hogy az a miénk volt. És akkor megint vissza a társaságba, onnan megint egy kicsit külön, tehát olyan nagyon érdekesen keveredett az egész, hogy tulajdonképpen megtaláltam azt, amiért én elmentem, de hogy nem feltétlenül kellett nekem egyedül lenni ahhoz, hogy magamban lehessek. Uh-huh. Rá lehet erre kérdezni, hogy mi volt az, amiért mentél? Nem tudom. Te sem tudod, nem pontosan, tudom. Csak érezted, hogy valami... Pontosan. Nem tudom pontosan. De ez, hogy tényleg, amit Mária is mondott, hogy leszakadni egy kicsit a világról, mert elég kötelességtudó ember vagyok, és igyekszem végezni a dolgomat, szeretem, és nincs nekem ezzel semmi problémám, csak hogy egy kicsit kiszakadni ebből. És amikor amúgy is a természet az nekem az élet formámhoz nagyon-nagyon, tehát a jó életvitelemhez nagyon fontos, amikor úgy érzed a föld szagát, amit a bakancsok feltörnek, és a gerincen mész végig, és látod azt a csodálatos világot, ami körülvesz, vagy egy gerincen mész, és két oldalt mind a két oldalt a falut veri az eső, és te fent a szárazon mész a napsütésben, és otthonról telefonálnak, hogy hát itt árvíz volt, nincs semmi bajunk. Ez, hát, amit említettél, hogy azt mondtad még a beszélgetésünk előtt, hogy az zarándokút az tulajdonképpen egy csoda. Hát, hogy, és ugye mi is beszéltünk már arról, hogy tulajdonképpen egy Isten felé vezető út is. Tehát, hogy ezt is megtapasztaltad? Igen. Tehát nekem mondták többen, hogy van olyan, hogy Mária úti csoda, és úgy vártam egy kicsit, na lássuk, nekem lesz csodám. És nagyon érdekes volt. Említettem ezt a jobbágytelki nagymamát, akit nagyon-nagyon szerettem. Ő sajnos akkor ment el, akkor halt meg, amikor én terhes voltam a fiammal, és nem tudtam elköszönni sem tőle. És édesem azzal vigasztalt, hogy minden jó ember helyett születik valaki más, és akkor ezt úgy éltem meg, hogy ő az én fiam.
És amikor Oroszhegyen voltunk, egy ilyen hosszú zarándokasztalnál ültünk, vacsoráztunk, az idős papbácsi pont mellém került, és mondta, hogy kedveském, most már engedje meg, hogy feltegyem a kérdést, hogy maga miféle szerzett, mert hogy ismeri a liturgiát, énekli az énekeket, de nem vett keresztet, nem térdel. Mi van? Mondtam, hogy a volt férjem nagymamája, ő volt ez a nagyon erős hitű jobbágytelki asszony, és ugye jártunk ide is templomba, oda is, nem volt nekünk ez soha probléma. És kérdezte, hogy hogy hívták a nénit. Mondtam magam, mert nem mindegy, hát ez majdnem 30 éve volt, hát jobbágytelke orosz, hogy azért van ott különbség. És mondtam, hogy Berecki Magdolna. És azt kérdezte a papbácsi, hogy a férje Benci bácsi, ilyen magas kopasz ember, hát nem estem be az asztal alá, de nem sok kellett. És mondtam, hogy igen. És arra is emlékezett, hogy Magdi mama nem akart hozzá menni feleségül Benci tatához, ezért Benci tata elzarándokolt Csíksomjóra, körben 4 kézlábba volt a templomot, és kérte Istent, hogy vehesse el Magdi mamát feleségül, és úgy lett. És akkor én éreztem, hogy igen, Magdi mama lát engem, és igen, megtörtént a csoda. Nagyon szép. És azt hiszem, hogy, hogy ilyenkor akkor ezt a csodát te is érzed magadban, tehát hogy nem csak külsőleg. Én minden nap érzem a csodát, én tényleg mindenben látom a csodát, és olyan hálás tudok lenni mindenért, és annyira bánt, amikor látom, hogy sokan nem hálásak, pedig tényleg olyan nagy dolog, hogy minden nap felkelünk. Nekem ez a Mária út ezt bebizonyította újra és újra, hogy minden egy csoda. És csodát azt hiszem a Szentföldön meg valahogy, mintha kézzel meg lehetne fogni. Ezt tapasztaltad? Igen, és pontosan ez is a hátránya, mert ugye az ember akkor a kövekben, a fákban, a templomokban, a földön, bárhol azt keresi, hogy na történjen valami, és nagyot tud csalódni, ugye, hogyha úgy megyünk oda, hogy itt megérkezünk, és azt fogjuk érezni, hogy lebegünk, és minden rendben, és innentől kezdve nekem bármi sikerül az életben. De hála Istennek, a lelki vezetőnknek, Balázs Attilának, hogy ő, illetve hála Istennek és a vezetőnknek, mielőtt azt gondolná, hogy Istennek nevezem, de hogy ő meg tudta fogni ezeknek a köveknek a történetét, a helynek a varázsát, hogy bele tudtunk helyezkedni a térbe és időbe, hogy mi történhetett ott, amikor Jézus járt azon a földön. Ugye folyamatosan elmondta az idegenvezetőnk is, Ferenc Izita, hogy a hagyomány szerint például két helye van a keresztre feszítésnek, de végül is tökéletesen mindegy, hogy hol volt pontosan, a lényeg, hogy ott volt valahol, vagy hogy megtörtént egyáltalán. És ezt kellett, hogy ott állj, és közben hallgatod a bibliai igét, a történetet teljesen más megtapasztalni. Tehát ilyen hidegrázós hallgatni a Via Dolorosán a Passió történetét, és mondtam is a többieknek, hogy nyilván kívülről tudjuk ezt az igét, vagy kívülről tudjuk ezt a történetet, de ott, ahogy álltam az első stációnál, azon drukkoltam, hogy hát, ha másként végződik. Hogy miért kellett nekünk így befejezni ezt a történetet, hogy miért kell nekünk így mesélni erről a történetről. Másként érint meg, másként jön közel, és másként helyezzük el magunkat ezekben a történetekben. Sokan talán úgy érezhetik, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a helyeknek, a köveknek, a templomoknak. Mégis van valamilyen varázsa, valami, amitől több, vagy miért van az, hogy ennyire fontos számunkra ez a hely, és oda akarunk menni, hogy megtörténjen velünk a csoda? Ez érdekes, mert hogy az az igazság, hogy én nem nagyon hittem a zarándok utakban. Tehát emlékszem, hogy mielőtt Mária elment volna El Caminóra, én folyamatosan azon gondolkodtam, hogy jó, vannak problémáink, vannak kérdések, amelyeket meg szeretnénk válaszolni, és van a világ, vagy van a közeg, amelyből ki szeretnénk lépni, de ha elmegyünk El Caminóra, vagy a világ másik végére, a problémáink adottak lesznek, ha visszajövünk, vagy magunkat nem tudjuk lerázni, vagy nem tudjuk azt mondani egy hónapra, hogy akkor légy szíves, te most maradj, aki zajos vagy, és viszem azt, aki csendes, és megbeszélem magammal. És itt a Szentföldön bizonyosodott be számomra, hogy lehet. Tehát lehet az, hogy az ember tömegben is
meg tudja érezni azt, hogy milyen egyedül lenni, vagy amikor a lelke utolérje, amikor azt mondja, hogy egyszer csak megérkeztem. Néhány nap kellett nekem is ahhoz, amíg azt éreztem, hogy itt vagyok, hogy figyelek, és ilyen hitetlenek vagyunk mi emberek, hogy szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy megfogjuk, hogy tapasztaljuk. Nem elég, ha mondják, nem elég, ha olvasunk róla, nem elég, ha ebben szocializálódunk, vagy hogy erre a hitre nevelnek. Látnunk kell dolgokat, és én azt hiszem, hogy igen, így is képesek megerősíteni, de mondom még egyszer, nagyon fontos, hogy milyen közösségben mész el oda, vagy hogy kivel mész el oda, mert meg is tud hökkenteni, hogy mi minden van, mert azért nyilván a Biblia alapján ismerjük a történeteket, de amikor oda megyünk, hát ott egy élő város van, például gondolok Jeruzsálemre, egy élő világ van, ugye, tehát át kell egy kicsit keretezni, hogy mi minden lehetett. A Via Dolorosán például sokan mondták, hogy fú, hát itt bazár van, hát végig megyünk, és mindenhol táskákat árulnak, és láncokat, és mindenfélét, amit el tud képzelni az ember, de... Ebben kell megtalálni azt, ami igazán fontos. Így van, és közben meg Balázs Attila nyugtatott azzal, hogy Jézus korában sem lehetett másként, tehát ott egy zajos tér volt, ott is emberek voltak, tehát mi mindig így megszépítjük, vagy mássá tesszük ezeket a történeteket, de a valóság, azt ott úgy egy kicsit meg lehet tapasztalni. Uh-huh. Egy piac tér gyakorlatilag. Mária, említetted, hogy nem akartad, hogy véget érjen az út, de mikor volt, amikor igazán megérkeztél? És igazán élni tudtad ezt az zarándokutat? Az az érdekes, hogy az nem a hagyományos úton történt, amikor megérkeztem. Tehát én megérkeztem Santiago-ba, ugye ott van a katedrális, pont Szent Jakab nap ünnepén érkeztem meg. Nem is tudtam, hogy pont az nap lesz. Én református vagyok, nem ismertem ezeket az ünnepeket. És hát igazából, mivel nem is voltam semmiféle online térben, azért nem is tudtam ezután érdeklődni, hogy akkor itt mi fog zajlani. Hát érdekes élmény volt, de hogy ez is pont a nyüzsgésről szólott. Tehát, hogy én ebbe érkeztem oda bele. És akkor valaki azt tanácsolta nekem, hogy van egy kis félsziget, ilyen 80 kilométerre Santiago-tól, Finisterre, ahová úgy levezetni ezt az egész útnak a fáradalmait, nagyon jó kimenni. Uh-huh. Ezt megteszik egyesek gyalog ugyanúgy, vagy bicajjal, ki ahogyan tette meg az zarándokutat, vagy ha nem, akkor ki lehet utazni busszal is. Na hát én a buszos verziót választottam, és kimentem oda, ott sem volt ennek egy kerete, hogy mennyi ideig szeretnék ott lenni. Végül 5 napot töltöttem ott. Ott összekovácsolódott egy nagyon-nagyon érdekes társaság. Egy texasi nő, egy kolozsvári lány és egy marosvásárhelyi hölgy. Na most mennyi a valószínűsége annak, hogy mi így összeverődünk ugyanaznapra oda. És hát ott velük töltöttem ezt az 5 napot, és ők hamarabb visszautaztak. Én az utolsó nap még egy utat megtettem, mert hogy a szállásadónk egy magyarországi hölgy, ő bíztatott, hogy menjek ki a szent kövekhez. És úgy, ahogy Orsika is mondta az előbb, én is picit is szkeptikus vagyok ezekkel a megfogható szentségekkel, vagy nem tudom, hogyan nevezni, de hogy igazából nem, én nem ebben keresem a szentséget. És nekem ezek mindig ilyen tőlem távolálló dolgok voltak. És mondta, hogy de ezt hidd el nekem, és hogyha nem hiszel nekem, menj el, tapasztald meg, és nem veszítesz semmit, majd meglátod utána. A lényege az ezeknek a köveknek, hogy két nagyon nagy kő, egy ilyen gömbölyded formájú kő, egymás mellett, és mozognak, tehát inognak. A láthatár az gyönyörű, tehát az óceán van előtted, gyönyörű szép, amit látsz, állj fel a kövekre, egyik lábadat egyikre, másikat másikra, és próbáld meg egyensúlyba hozni őket. Tehát, hogy ne mozogjanak, álljál meg rajtuk úgy, hogy stabilizáld őket. És amikor ez így megállt, akkor kívánj valamit. Na hát ez volt az a pont, amikor mondtam, hogy na jól van, hagyjuk ezeket a hiedelmeket, hogy hókusz-pókusz, meg stb. És mondtam, hogy nem akarom magam megfosztani az élménytől, megteszem. Elmentem, és olyan érdekes volt, zuhogott az eső. Emlékszem, hogy kellett gyalogoljak egy olyan jó másfél órát még, ameddig oda kiukadtam, és egy lány mellém szegült, és mondta, hogy de húzódjunk be valahova az eresz alá, és mondtam, hogy nem, menjünk, mert nézd meg, hogy mindenki félre van állva, és milyen vagány lesz, hogy ott nem lesz senki, és csak mi lehetünk.
és mikor kiértünk, egy gyönyörű szép életem legszebb szivárványa, amit valaha az életben láthattam, és úgy az volt bennem, hogy én ettől megfosztottam volna magam, kimentem oda, felálltam a kövekre, és tettem egy kívánságot. És úgy az volt bennem, hogy nem volt semmiféle elvárás utánam, hogy akkor most ezzel most mi lesz, hogy beteljesül, nem teljesül, mi fog ezzel történni. És hazajöttem, és éltem tovább az életemet. Aztán rá egy évre megszületett a kisfiam. Úgyhogy azóta úgy vagyok ezekkel a kívánságokkal, hogy csínyán-vinnyán bánjunk vele. Ez gyönyörű kívánság volt is, főleg, hogyha teljesült is. Igen. Mivel maradtál utána, zarándoklat után? Én azt hiszem, hogy emberként, tehát hogy más emberként tértem vissza. A legelején, amikor ezt így mondták nekem, hogy megváltoztat, nem, én nem hiszek ezekben a egy hónap alatt megcsinálom magam, és akkor én most kész teszek, és visszajövök, és a társadalomban teljesen másként fogok helytállni. Nem hiszek én ezekben a dolgokban, viszont tény, hogy más emberként térsz vissza. Átalakul az értékrended, átalakul a kapcsolataidnak a mélységének az igénye, átalakulsz te ebben az egészben olyan tekintetben, hogy már úgy nem elégítenek ki felszínes dolgok. Én azt hiszem, hogy egy teljesen más dimenzióba helyeződik át az értékrendje az embernek. Lehet, hogy ugyanazok az értékek, amiket hordozol és amiket fontosnak tartasz, csak egy más dimenzióba kerülnek. Orsika? Felhangosodnak, mert hogy ugye alapvetően erre lenne szükségünk a hétköznapokban, csak nincs idő, mert mindig a felszínen maradunk, ahogy vagy kérdésre félünk rossz választ adni, vagy azt mondani, hogy lehet, hogy nem vagyok a legjobban, mert akkor mit kezd a másik vele, és igen, én is ezt érzem, hogy felerősödsz egy kicsit magadban. Tehát volt egy adott pont, amikor úgy meséltünk egymásnak, hogy ki mit élt meg aznap, vagy úgy egyáltalán addig az úton mit élt meg, és én olyan kemény zokogásban törtem ki, hogy egyszerűen nem tudtam kontrollálni, tehát nem tudtam beszélni. Tehát most is, ha rá gondolok, így kiráz a hideg, és nem értem, hogy honnan. Tehát, hogy az volt egyfajta felszabadulás, amikor ott vagy Izraelben, és egy számodra idegen ember azt mondja, hogy persze, itt nézzük földrajzilag, hogy rendben, hol lehet a sír, meg hol feszítették keresztre, rendben, ott volt a Golgota, de akkor valószínűleg, hogy mégiscsak idehozták az út mellé, de akkor ez volt a kő, amit elgurítottak, de végül is mindegy, mert nincs itt. Hát feltámadott, tehát rendben, nem ez a lényeg. És hogy ez az a mondat, amelyet ők naponta több százszor elmondanak a turistáknak, és ez nekem akkor átütött, hogy így megértettem, hogy persze, hát ezért vagyok itt. Hát ezért vagyok itt, hogy az Istennel való kapcsolat, valahogy az út az úgy kitisztuljon, hogy a sok minden, amit a hétköznap ráhord, a gazok, amiket úgy ki kell szedni, az így egyszerre így megnyílt. Tehát ez egy akkora áldás egyébként ezt megélni, úgy, hogy nem is számítasz rá. Tehát én azt hiszem, hogy ha az ember keresi, akkor ezt nagyon görcsösen tudjuk tenni, és nem tud megérkezni az, ugye, amit szeretünk, valahogy a boldogsággal is így vagyunk. De ez a nyugalom, amit ott meg tudsz érezni, azt hiszem, hogy tényleg ez egyfajta kegyelem. Még akkor is, hogyha közösségben éled ezt meg, és nem vagy egyedül. Hát ugyanezt kérdezem Zsuzsától is, hogy te mit éltél meg, vagy mit hozol magaddal az zarándokút után? Mindig is nagyon fontos volt nekem a család, és igaz barátaim vannak, és fantasztikus volt, hogy tudtam, hogy mind haza várnak. Aki nem akarta, hogy elmenjek, az is belenyugodott, elfogadta, hogy nekem van egy döntésem, és amikor kértünk az erdőből, és megláttam Csíksomlyót, felhívtam a fiamat, és mondtam, hogy látom Somlyót, és azt mondta, anyuka, büszke vagyok rád. És ez egy olyan érzés volt, hogy nem feltétlenül, mint anyát, hanem mint embert elismer, hogy ő azért gondolt rám. Egy másik barátnőnk itthonról összeállított egy paksamétát, minden napra felolvastunk egy igét, egész héten velünk volt, minden nap írt egy rövid kis üzenetet, úgy tudtuk, hogy embereknek a
barátoknak, ismerősöknek a kérését is visszük Csíksomlyóra, és ott letesszük is, felajánljuk, és ment el mellettünk egy néni és egy bácsi a szekéren, és azt mondta, hogy imádkozzanak érettünk, és gondoltam, de kiért? Jaj, a szekeres bácsi a nénivel. Tehát úgy mégis egy egység, úgy emberek, akik hisznek, vagy nem hisznek, vagy hinni fognak, vagy... Tehát én megint oda térek vissza, hogy közösség és emberek, akik valamit tesznek azért, hogy másnak is jó legyen, most megint ez a Mária út jelzés, festés, hogy mindenki egy kicsit oda tesz, akkor szebb lesz a világ, és én ezt éreztem, hogy ha teszünk sokan, keveset, akkor valami lesz. És van benned olyan igény, hogy még egyszer megtegyem? Kétszer voltam, és igen, szeretnék menni még. És Mária? Ha nem is azt az utat, hanem egy másikat. Igen, nekem már meg is volt következő évre a terv, hogy mi az, amit szeretnék. Ugye, hogy akkor megszületett a kisfiam, akkor emiatt ez halasztódott, de mindenképp most úgy érzem, hogy meg kell nekem várnom azt, ameddig ő akkorácska lesz, hogy akár vele, vagy akár egyedül is ismét el tudjak menni. Ugyanoda menném? Nem. Egy másik útra, igen. Igen. Beszélgetésünk elején említettem, ugye, hogy az Zarándok út az egy Istenhez vezető belső utazás is, és kíváncsi lennék arra, hogy például megváltoztatta-e a készülődést bennetek egy ünnepre való készülődést, akár karácsonyra, vagy ha most itt van előttünk húsvét, másképpen tudtok-e készülni egy ilyen ünnepre a tekintetben, hogy mit adott számotokra az Zarándok út? Én azt hiszem, hogy bennem ez a készülés, ez nem feltétlenül csak az ünnepekre alakult át, vagy tisztult le, hanem úgy nagyjából azokban a dolgokban, amiket nap mint nap megteszek, azokat egy picit másabb lelkülettel teszem. Gondolok itt ilyen egész egyszerű dolgokra, hogy kertészkedés, kenyérsütés, tehát úgy azt érzem, hogy úgy sokkal több kerül bele abba a valamibe általam, vagy hogy másabbul tudok értéket hozni ezekbe a dolgokba. És igen, az ünnepre való készülődés is abban lett másabb, hogy már nem foglalkoztat annyira a külsőség, tehát hogy már nem fontos az, hogy hatféle süti legyen az asztalon, hanem legyen egy vagy kettő, és én éljem át teljesen másként, más lelkületben azt az ünnepet. Zsuzsa, te másképp készülsz? Nekem azt hiszem, a szeretett nyelvem az az etetés. Nálunk szokott összegyűlni a család, édesanyámmal élek, és hozzánk jönnek haza a nővérem a két nagyfiával, és a minap azt mondták, hát 30 év körüliek, azt mondta a nagyobb, hogy szeret hazajönni, mert az otthon íze várja. És én, nekem annyira fontos az, hogy a töltött káposzta szaga, amivel úgy meg tud telni az ember, hogy ivódjon be a fiatalokba, hogy igen, ünnepelni kell, aztán, hogy most persze, hogy hozzátartozik az, hogy szépen felöltözöl és imádkozol. Nekem ez fontos. Én sokat kávézok Istennel, én nagyon sokat beszélgettek, korán kelek, de ott jó még beszélgetni vele. Kell tenni azért, hogy ünnepnek érezze az ember. Nem feltétlenül azzal, hogy kibigyeztek valami díszt, de hogy egy kicsit kisepred a lelkedet is, az otthonodat is, vagy ha nem jut idő kiseperni, de megeteted az embereket, és akkor egy kicsit boldogabb mindenki. Most ez nagyon profánul hangzik, de szerintem fontos az, hogy jól érezd magad, és hogy együtt legyenek az emberek. Nem feltétlenül család, mert nem mindenkinek sikerül valakivel megosztani. Igen, ahogy a közösség ugye neked fontos, és ezért. És Orsika, neked más lesz az idei húsvét? Igen, teljesen, és mások a hétköznapok, és ugyanúgy, ahogy mondta Mária is az imént, mert hogy nagyobb a hála bennem. Tehát olyan kicsi dolgoknak számítottak Izraelből nézve az én kicsi gondjaim, amelyek megoldásra várnak, már bagatelizálni lehetett volna onnan, mert az ember, amikor benne van, akkor nyilván a világ legnagyobb problémáit kell megoldja, és képesek vagyunk belehalni abba, hogy A-ból B-be át tudjunk helyezni dolgokat, vagy átkeretezzünk.
És olyan gyorsan sikerül most, hogy azon aggódom, hogy hú, nem tudom, milyen vizsgám lesz legközelebb, vajon át tudok azon menni, vagy fel tudok készülni? Hú, de valaki meghalt értem, hát végül is akkor most sikerül, vagy nem? Hát sikerül legközelebb, hát ehhez képest mi tud nagy probléma lenni, vagy mi lehetne nagy probléma, ennél nagyobb probléma? És a hála, a hálát viszem azt hiszem a mostani húsvétba is bele, és főleg azt, hogy mondom, ez a nincs itt feltámadott, ez olyan erős mondat bennem, meg a ne félj, amit kaptam ezen az úton, ez a ne félj, én egy félős ember vagyok. Hm. És ez hát. A ne félj, ez, igen, igen, szokom ezt. Ez nagyon sokat tud segíteni a hétköznapokban, de ugyanúgy, mint az ünnepekben is. És kellenek ezek a mérföldkövek, az ünnepeket mérföldköveknek tartom. És ez egy nagy mérföldkő lesz a következő. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezt az élményt, legalábbis egy pici szeletét, mert ez, én úgy érzem, hogy ezáltal mi is gazdagodtunk, én mindenképpen. Úgyhogy áldott húsvétot kívánok nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük hát, szépen áldott ünnepet. Kedves nézőink, önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy ma ismét megtiszteltek figyelmükkel. Jövő pénteken várom önöket, de addig is áldott húsvétot kívánok önöknek is. Viszontlátásra!